No hát ma már beszélgettünk egy irodalmi hősről, La Mancha lovagjáról, aki síkra száll az ideáért, és nem enged az ellenséges külvilágnak. Következő témánk viszont egy valóságos hős, Mindszenty bíboros hercegprímás. Az ő életének meghatározó időszakairól, a kommunisták börtönében elszenvedett bántalmazásokról készített színdarabot Széles Tamás színművész. Mutatunk egy rövid részletet az előadásból, majd a szerzővel beszélgetünk. Széles Tamás Mindszenty bíborosról írt Mindszentej a című monoeposzának előadása lenyűgözte és megrendítette a közönséget. Azokat is, akik átélték az 50-es évek folytogató embert próbáló légkörét, és azokat a szerencséseket is, akik mindezt csak olvasmány élményeinkből ismerhetik. Androczky Gabriel szellemes, drámai zenéje, Hojsa Henrietta értő rendezése, és Széles Tamás finom, intelligens színészi játéka, virtuóz mozgása Mindszenty József életének különlegesen fontos állomásait mutatta be. Én a hitet, az igét, és ami történt, mely az igazság, megtanítom, ha az Úr ad a nékem még valamennyi földi időt. Amiket Csepelen predikálva a népnek mondtam, az maradott a vezérfonalam, csupa börtön, számüzetés közepette. E gondolatom vezetett csak. Gyűlöletet sohasem. Szeretet az, amit hirdettem. Nem csak a szerzőt, hanem a főszereplőt is köszöntjük itt a stúdióban, egy személyben, Széles Tamás színművészt. Jó estét, szervusz. Jó estét kívánok! Balázs Péter narrációjával hallhattuk az előadás bemutató videóját, vagy kis trélerét, és megmondom őszintén, én a számítógépem mögött ülve, a monitoron nézve is ledöbbentem azon, hogy milyen erősen hat még ilyen nem színházi közegben is ez a téma, és az előadásmód, ahogy megformálod, ahogy előadod ezt az egészet. Nehéz téma, különleges formanyelv, nagy csomag, hogy állt össze? Köszönöm a kedvességedet. Szerettem volna, hogy hasson a nézőre az előadás. Nem egy dokumentumjátékot akartam én írni, hanem az ember érdekelt, meg az, amit ő átélt a börtönben, a kínzások alkalmával. És az alapkoncepció az volt, hogy jó lenne, ha a néző maga kerülne be a börtönbe, és élhetné át azt, amit a bíboros, persze a mai színházi eszközök révén. Ezért aztán surround hangzást csináltunk a nézők feje köré, tehát a hang, a kulisszák, a zene mozog folyamatosan, és mászkálnak a zenekarok. Stúdiótérben játszátok. Igen, stúdiótérben. És hát a nagyon erős verbalitás mellé, mert hogy ugye ez egy hőseposz, amit hát hexameterben írtam meg. Monoeposznak hívjátok, gondolom. Monoeposznak hívtam, igen. Egyszerűen adod elő, eposz pedig, mert tulajdonképpen egy hőskötemény. Így van, pontosan. Emellé viszont nagyon erős a verbalitása, hogyha ez most egy ilyen, csak egy szavallat lenne, akkor borzasztó unalmas lenne, és ezért kértem meg Hojsa Henriettát, aki idén végzett fizikai színházi rendező, hogy próbáljuk meg a kortárs fizikai színház módszereivel megközelíteni ezt a nagyon fura anyagot, és így jött létre belőle ez a, azt hiszem, eléggé formabontó előadás. Engem az érdekel, is lehet látni. Hogy miért pont Mindszenty József személye foglalkoztatott, az ő értékrendje esetleg közel áll a tiédhez? Persze, közel áll, én mélyen hívő ember vagyok, meg tanultam is teológiát, tehát könnyen bele tudtam élni magam abba a gondolkodásmódba, ahogy ő gondolkodott a világról. Nagyon sok kortárs darabot játszunk, bekúszik a színpadra az utcai beszélt nyelv, ami egyáltalán nem baj, mert ilyen is van, meg ilyen is kell, de vágytam valami olyasmire, ami veretesebb, ami nagyobb kihívás, ami komolyabb dolog, és szerettem volna egy olyan darabot összehozni, és reméltem, hogy sikerül, aminek alapvetően pozitív az étosza. Tehát akármilyen borzalmakon vezet is keresztül, meg megpróbáltatásokon, szenvedésen vezet keresztül, akkor is a végkicsengése az mindenképpen pozitív, és hogy mondjam, ha nem is didaktikusan, de szeretne tanítani. Ezt a nyelvezetet, ezt hogy
állítottad össze, azért ez nem mai nyelv, amit beszélsz benne, biblikus, egyházi nyelv, nagyon szép. És ahogy mondtad, milyen ez a veretes? Tessék? Veretes. Hát mondjuk így, veretes, igen. És ugye, ahogy már beszéltünk erről is, hogy hexameterekben íródott, de közben verses forma, tehát egy borzasztóan nagy kihívás tényleg. Szükségem volt a versre, mert ha prózában kezdenék írni, egyébként nem vagyok író, és nem is vindikálok magamnak ilyesmihez jogot, hogy én az lennék, csak próbálkozik az ember. De szükségem volt a versre, mert minthogy nem dokumentumjátékot csináltam, szerettem volna a fantáziámat elereszteni. Tehát azt, hogy a bíboros mit élhetett át a börtönben, ugye arról nem maradtak fenn dokumentumok, ezt így nem tudjuk, illetve állítólag Esztergomban van egy titkos életrajz vagy napló is, de hát azt nem láthatjuk. Szóval el kellett ereszteni a fantáziát. Most ez versben könnyebb, mert a költői képzelet az könnyebben szárnyra kap. És mennyire adott hozzá ehhez a rendezés? Most itt a fizikai színházra nagyon gondolok, mert hogy ugye a díszlet az egyetlen szószék. Van, igen, egy drámai aláfestő zene, és hát azért ebben úgy mozogsz, hogy amikor az idősebb Mincentit láthatjuk, akkor egy picit öregesen, amikor a fiatalabbat, akkor ahhoz időmulsz. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komplex dologról van itt szó, ami azt gondolom, hogy a rendezés azért hozzátett sokat. Nagyon sokat. Én nagyon sokat köszönhetek a Henninek, aki rendezte. Pontosan ezek azok a kulcsfontosságú dolgok, amit, hogyha én prózai színészként elkezdek öreget játszani, akkor az valószínűleg a mímelés határát fogja súrolni, és nem lesz ez igazi. És ő tudta megadni azokat az eszközöket, amivel egy pici súlypont áthelyezéssel, egy pliével, egy nagyon egyszerű gesztusokkal pontosan kifejezi az öregedést, a fiatalodást, és így tovább, és így tovább. Egy ilyen vállalkozás, szándékosan nem a szerepet mondom, mert azért ez annál komplexebb ügy, azért megméri az ember hitét is valahol, azt gondolom. Mondhatod, hogy milyen hívő ember vagy. Nyilván ahhoz, hogy azonosulni tudja karaktereddel, azzal, amiről szól ez az egész történet, azért a saját belső lelki mechanizmusaiddal is azt gondolom, hogy el kell számolni. Volt-e ilyen feladat magaddal szemben, vagy teljesen magától értetődő volt, hogy alakul Mincenti Bíboros személye a te előadásodban? Hát ebben a próba folyamatban nem volt ilyen személyes érintettség, ha csak az nem, hogy egymást erősítette az én személyes meggyőződésem, és a próba folyamat pozitívan hatott vissza rám. Tehát itt nem volt megkérdőjeleződés. Az előző monodrámámnál, ami Judásról szólt, az egy picit problematikusabb volt. Ott több ütközés volt a személyes meggyőződésemmel. A következő előadás az pedig október 20-án lesz, hogyha jól tudom. A Szolnoki Szigligeti Színházban lehet megnézni a darabot. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Azt hiszem, hogy egy tényleg egy nagyon fontos üzenetű történet ez a Mincentelja. Úgyhogy köszönjük szépen.